Kedves nézőink, a Szerencsi Híradót látják, köszöntöm Önöket, Kuti Kuruc Hajnalka vagyok. Az elkövetkezendő időszakban Szerencsváros önkormányzatának megbízásából a Globo Televízió készíti a város életéről szóló heti közéleti magazint, amely minden szombaton 17 órakor kerül adásba. Nézzük az elmúlt napok legfontosabb híreit Szerencsvárosából. Beruházás. Térségi szennyvízkezelés Szerencs-Kesztorságában. Értékmegőrzés. Tovább viszi a hagyományt a Kishalász cukrászda. Víztakarékosság. A szerencsi közkutak használatáról. A tervek szerint 2023-ra készül el a közel 8 milliárd forintos Európai Unió által támogatott beruházás, amelyből 6 településen Szerencs gesztorságával megújul a szennyvíz elvezető rendszer és a szennyvíz tisztító telep is, jelentette be június 4-én Szalóki Flórián, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára. A projekt keretében Szerencsen 5 milliárd forintot költenek az elkövetkezendő 3 évben a környezeti és energiahatékonysági operatív programból Európai Uniós pénzügyi források felhasználásával a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére és a térségi szennyvíz elvezető rendszer fejlesztésére. Az elmúlt évtizedekben végeztek ugyan karbantartásokat, felújításokat és természetesen modernizációt a szennyvízkezelésre, azonban a telep kapacitása véges, így azt bővíteni szükséges. A szerencsi befogadó állomásra érkezik Szerencs mellett Bekecs, Legyesbénye, Mezőzombor, Rátka és Mát szennyvizet tisztításra, ami túlterhelté vált. A korábban megépült hálózat elemei már a több helyen korszerűsítésre szorulnak. A Borsodvíz ZRT előkészítő munkát folytatott, így 2017-ben Szerencsváros önkormányzata, mint gesztor település elkészítette az agglomeráció fejlesztésére irányuló terveket, amelyet 2018-ban a szakminisztérium jóváhagyott. Szalóki Flórián, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára a Legyesbényén megtartott tájékoztatón beszédében kiemelte, hogy a projekt egyik legnagyobb nyertese Legyesbénye mellett Szerencs. A város polgármestere örömét fejezte ki, hogy a beruházás a jövőben megvalósul, hiszen a kapacitás bővítés után jelentősebb élelmiszeripari cég is a városba települhet. A jelenleg rendelkezésre álló, a Takta mentén elhelyezkedő szennyvíz tisztító telepünknek a kapacitása véges. Most, ha mi Szerencsen, ugye a gazdaságfejlesztési tervünkben a élelmiszeripar fejlesztése van, a mai korszerű viszonyok között a szennyvizet kezelni kell, ami azt jelenti, hogy egy tisztítási folyamaton kell, hogy átmenjen, ehhez viszont a szennyvíztisztítónak a kapacitását bővíteni kell. Ezt már megvizsgáltuk több beruházóval, hogy az a kapacitás, ami most rendelkezésre áll, nem igazán teszi lehetővé, hogy újabb, komolyabb élelmiszeripari befektetés települjön Szerencsre. Hiába van áram, hiába van gáz, hiába van földterület, ha nincs a technológiához szükséges szennyvíznek a kezelése megoldva, akkor sajnos megbukik a dolog. Ezen kívül azonban jó hírem van, tehát például régen várják a Vári telepnek a szennyvíz csatornával való ellátását, többek között az én ismereteim szerint annak a telepnek is megoldódik a szennyvízkezelése. A városban modernizálnak majd egy hosszú szennyvízelvezető rendszer szakaszt, mégpedig a Bekecs táblától a pavilon épületéig. Ez nem jár majd a frissen leaszfaltozott Bekecsi és Rákóczi út felbontásával, hiszen a meglévő csatornába egy speciális csövet húznak bele a szakemberek. Körülbelül 5 milliárd forint környéken van, ami szintén egy szép summa, és ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenki, aki dolgozott benne, a helyettes államtitkárok, itt Koncz képviselő felsorolta,
Honc Ferenc képviselő, Kis Attila Borsodvíz igazgatója, az én munkatársaim a Szerencsi Polgármesteri Hivatalban, és mindenki, aki az előkészítésben hozzátette a saját maga szakértelmét, és nem adta föl, hogy ezt a projektet odaítéljék. A konzorciumi szerződést azt hiszem a múlt héten vagy két hete írtuk alá, tehát most már mondhatom, hogy szinte visszavonhatatlanul beindul ez a projekt. A beruházás befejezésének határideje várhatóan 2023 év vége lesz. A jogi előkészítés és a közbeszerzést követően kezdődhet meg a tényleges munka a hat településen, amelynek hatására egy modern szennyvíztisztító és iszapfeldolgozó telep kerül kialakításra, a csatornarendszer modernizálása mellett a településen. A Szerencsi Kovász cukrászda egy időre bezárta kapuit, több fagyi kedvelő szomorúan vette tudomásul azt, hogy Juhász bácsi édessége nélkül marad a város. Azonban Halász Tamás a Kis Halász cukrászda néven tovább viszi a korábbi tradicionális ízeket. Szerencs az édesség fővárosa, a település neve összeforrt a csokoládé, korábban a cukorgyártással és a fagylaltal. Juhász bácsi, aki 100 esztendővel ezelőtt született, a Zserbó cukrászat vonalán sajátította el a fagylalt és a süteménykészítés rejtelmeit. Juhász bácsi különleges ízvilágú és utánozhatatlan édességeit lánya és Kovács László veje vitte tovább. Apusom kezdte ez 1954-ben, és aztán később majd mi folytattuk nejemmel, meg család tovább, és utána arról a helyről átköltöztünk ide, megvásároltuk ezt a régi épületet, aztán lebontottuk, újjáépítettük, úgyhogy itt folytattuk a tevékenységünket. Akkor még nagyon kevés volt, mert akkor még nem volt ilyen választék, mert nem is lehetett kapni annyi alapanyagot, mint ma, úgyhogy ezzel bővült aztán a repertoár, úgymond. A Juhász bácsi hagyományos ízvilágú fagylaltjai, a vanília, a csokoládé, a puncs, a citrom után Kovács László olasz alapanyagokkal újított. A Kovács cukrászdában a vendégek már a kiwi, a málna, a sárga dinnye és a stracciatella ízű fagyikból is válogathattak. Ebben más az, hogy tej, tojásból, vajból készül, ugye azok a mai porfagylaltokban, az nincs benne. És a puncsfagylaltban, vagy vannak fagylaltok, amiben szeszes ital is található, rum, például a mazsolában, ugye rumba áztatjuk, az a puncsban van. A Kovász cukrászdában a fagylalt mellett voltak olyan sütemények, mint a békás minyon, a krémes vagy a somlói galuska, amelyek a hely ikonikus édességének számítottak. Tulajdonképpen a kókuszgolyóból lett átalakítva, és akkor egy ilyen kis mosolygós száj képződményt adtunk neki, aztán ez a gyerekeknek nagy kedvence. Többen, akik követték a Kovász cukrászda közösségi oldalát, azok láthatták azt, hogy született egy olyan bejegyzés, amely arról szólt, hogy Kovács László a járványhelyzet és egészségügyi állapotának romlása után úgy határozott, hogy bezárja a vendéglátóhelyet. Nehéz döntést kellett meghozni a családnak a bezárással kapcsolatban, azonban egy véletlen beszélgetés után Halász Tamás cukrász úgy döntött, hogy tovább viszi a hely tradicionális értékeit és a 66 esztendővel ezelőtt elkezdett édességek ízvilágát. Az eddigi összes receptet azt gondolom, hogy tovább fogjuk vinni. Itt a béka minyonról különösen beszélnünk el, de nagyon-nagyon finom a helyi somlói galuska, a francia krémesük, a gesztenyepüré. Minden üzemnek megvan az a helyi sajátossága, az a technológiája, amit el lehet tanulni. És Laci bácsi és Évike néni teljes bizalmát én azt gondolom élvezzük. Tényleg magas szinten tiszteljük az ő több mint 3-4 évtizedes tapasztalatát, munkásságát. Tovább fogjuk vinni, és ezt a fagyit, kimondottan a fagyit, azt egy olyan magas szintre fogjuk emelni, ami egy fagyi zarándok helyet fog biztosítani a jövőben. Még ez most a napok eseménye, és megőrizzük, és tovább fogjuk folytatni. A helynek van egy varázsa, ma már mondhatjuk, hogy retro feelingje, és ezt egy kicsit modernebb köntösbe szeretné Halász Tamás és csapata tovább folytatni. Alapvetően a hely egy retro feeling, tehát ezt mondjuk ki.
Azonban már többet várnak a tisztelt vásárlók, és mi egy kis kényelemmel, egy kis szolgáltatással, egy kis halk zenével, egy kicsit jobban berendezett fagyiterasszal fogunk készülni. De ez még legyen a meglepetés. Gyakorlatilag lehet, hogy átalakításba is gondolkozunk, de az még a jövő zenéje. 8 napunk volt felkészülni a nyitásra. Az tény, hogy nagy rajongó tábora van Juhász bácsi fagyjának, amelyet szeretnének megtartani. A régi gépeken készítik a hideg édességet és a korábbi receptúra alapján, hogy megőrizzék a régi hagyományos ízeket. Halász Tamás hangsúlyozta azt, hogy a jövőben a vendégeik több újdonságra is készülhetnek, ha betérnek a kis halász cukrászdába. A településeken visszatérő problémaként jelentkezik a közkifolyók szabálytalan használata. Többen nem a rendeltetésnek megfelelően vételezik az ivóvizet a közterületen lévő kutakból, gyakran permetezést, autómosást, építkezést, vagy éppen a nyári időszakban a medence feltöltését végzik innen. Ezeknek a fogyasztási díját viszont a települések önkormányzatának kell megfizetni. Így van ez Szerencsen is. Szerencsváros önkormányzata az elmúlt években takarékosan gazdálkodik. Így kiemelt figyelmet fordítanak a kiadásokra, gyakran felül is vizsgálják azokat a polgármester kérésére. A helyi helyhatóságnak kötelező feladatai közé tartozik a településen élők vezetékes ivóvíz ellátása, valamint a közkifolyók üzemeltetése is. Ezeknek a fenntartása többek között közegészségügyi és vízellátási célokat szolgál, hiszen vannak olyan ingatlanok, amelyek nincsenek bekötve, vagy éppen számlatartozás miatt ki vannak zárva a szolgáltatásból. Nekik közterületen mért 300 méteren belül biztosítani kell az egészséges ivóvizet minimum 30 liter per fő per nap mennyiségben. Ebből az is adódik, hogy a vízi közmű szolgáltató nem szerelheti le a kútfejeket, vagyis nem csökkentheti a közkutak számát. Az elmúlt évben, tehát 2019-ben 1924 köbméternyi vizet számláztunk ki az önkormányzatnak. Ez bruttó kb. Egy ilyen 1.100.000 forint. Ami egy ijesztő szám egy háztartásnak, de azt gondolom, egy városkölcs, milliárdos költségvetésben nem olyan nagy tétel. Hangsúlyozom, hogy ez korábban sokkal több volt. Lényegesen több volt, több milliós nagyság, de aztán az utóbbi jó néhány évben születtek olyan intézkedések. A fölösleges vált közkifolyók leszerelése vagy kizárása. Az ingatlanul üzemben tartott közkifolyók lezárása megtörtént, illetve ott, ahol nagymértékű volt az illegális használat, ott pedig szűk tőket helyeztünk be, hogy ne lehessen abból a közkifolyóból egy perc alatt kivenni 40 liter vizet, hanem csak 5-6 liter perc vizet lehessen kivenni. Tehát a közkifolyókat rendszeresen kizárólag háztartási célú használatra lehet igénybe venni azoknak a lakosoknak, akiknek lakásában nincs víz bekötve, vagy a szolgáltatás korlátozás alá esik. Ezzel ellentétben a város eldugottabb részein található kutakat többen más célokra veszik igénybe, sok köbméter vizet elhasználva. Ők szabálytalan használónak minősülnek. Tilos igénybe venni locsolásra, építkezésre és például autómosás, ez konkrétan megnevezeti a jogszabály, nem lehet igénybe venni, itt is hozzáteszi a jogszabály, rendszeresen. Tehát, hogyha valaki nem rendszeresen meglocsolja a virágos kertjét, és nem rendszeresen lemosorul a kocsiját, az akár még jogszerű is lehet, a vita itt azon állhat majd, hogy mit tekintünk rendszeresen, és mit nem tekintünk rendszerességnek. Rendszeres igénybe vetni akár permetezésre, locsolásra, építkezésre, amennyiben ez hozzáérül a víziközmű szolgáltató, illetve az önkormányzatnak a testülete, tehát nem a polgármestere, a testületének kell hozni egy hozzájárulást, ahhoz, hogy valaki rendszeresen egyéb célra, tehát nem létfenntartásra igénybe vegye a közkifolyókat. A szabálytalanul eljáró személyek jelentős anyagi kárt okoznak az önkormányzatnak, mivel a közkifolyón szolgáltatott ivóvíz után keletkező díjat a szolgáltatónak a települési önkormányzatnak kell megfizetnie. Ezt a problémát szűkítéssel, ahol a jogszabályi feltételek adottak voltak és leszereléssel oldották meg a városban, ami jelentősen csökkentette a kiadásokat. Korábbi években, vagy évtizedekben, amíg a lakóingatlanoknak nem mindegyike volt bekötve, vagy nem nagy része volt bekötve a vezetékes vízellátásba, tudjuk, hogy több utcáknak elején, végén, hosszabb utcáknak közepén is voltak közkutak. Ahogy haladtunk előre az időbe, és a lakóingatlanok nagy részét Szerencsén gyakorlatilag
közel 100%-a bekötése került az ivóvízellátásba. Nagyon sok közkutat megszüntettünk, tehát leszereltettük, és ezek már nem működnek. Korábbi években egyébként egy 5 évre visszamenőleg, ha beszélünk róla, nagyon sok lakossági megkeresés érkezett, hogy illegálisan használnak közkutakat. Ez elsősorban a mezőgazdasági szőlőterületek környezetében fordult elő, permetezésre használnak vizet, autómosásra használtak vizet. Ezeket mi igyekeztünk kivizsgálni. Az egyik a konkrét bejelentések alapján mentünk és néztük, tetten érni egyébként senkit nem sikerült, tehát konkrét szankciók nem voltak, viszont mégis tudott lépni az önkormányzat, úgyhogy megvizsgáltuk, hogy van-e olyan lakóingatlan, amely nincs vízzel ellátva. Amennyiben nem volt a megadott körzeten belül, akkor jeleztük, hogy ezt a közkutat kérjük megszüntetni. De már ez a lehetőségünk elfogyott, tehát amennyi megvan, amennyi most üzemel, azokat muszáj megtartani a közegészségügyi előírások alapján. Úgyhogy a következő lépés az volt, hogy szűkítőket szereltettünk azokra a kutakra, ahol kiemelkedő volt a vízfogyasztás. Ez a tevékenységünk egyébként eredményes volt. A szabálytalan vízhasználatot úgy lehet megakadályozni a közkifolyókon, hogy azok a lakosok, akik ezeket észlelik, bejelentést tesznek Szerencsváros önkormányzatánál, hiszen a helyi rendelet szankcionálja a közkifolyót szabálytalanul használókat. Ennek a bizonyítását jól szolgálják a fényképfelvételek, amit akár a köztéri kamerák is rögzíthetnek. A fizetendő számlákban pedig megjelenik a túlfogyasztás. A Zöldváros pályázat részeként 600 méter hosszúságban rekordtán borítású futókört építenek Szerencs belvárosában. A kivitelező már dolgozik, jelenleg a Bocska István Katolikus Gimnázium kőkerítését bontják el. A tervek szerint a beruházás idén őszre, vagyis az iskola kezdése elkészül. Szerencs kisvárosi jellege hamarosan teljesen megváltozik majd, hiszen az elnyert pályázatok a megvalósítás szakaszába léptek. A Zöldváros projekt egy nagyon sokoldalú beruházás, amelynek a lényege az, hogy minél több zöld felületet alakítsanak ki, és az egészséges életmódra is felhívják a figyelmet. Ebből a pályázatból készül el az új rekordtán pálya Szerencsen, amit a helyiek már évek óta vártak. Azt azonban mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy a pályát sajnos nem lehetett a Tatai Zoltán ifjúsági sporttelepen kialakítani, mert a projekt csak a belterületi részt engedélyezte. Ezért esett a Rákóczi út, a Béke utca és az Ondi út körüli területre a sportolásra alkalmas futókör kialakítása. Ezzel a Zöldváros beruházása Szerencs kis települési jellege a jövőben meg fog változni, egy nagyobb város parkjára fog hasonlítani a belváros. A jót azt hamar meg lehet szokni, ugye ha meg szétbontanak valamit, az egy kicsit emléket is jelent, és fáj egy kicsit, mint ahogy említettem a beszélgetésben, nekem a megvalósítás jutott, tehát az a bizonyos társadalmi egyeztetés az korábban kellett volna, hogy folyjon. Azt elmondtam viszont legutóbb, hogy a Zöldváros az egy lehatárolt akcióterületen lehetséges, hogy megvalósuljon. Tehát el kellett dönteni az akkori döntéshozóknak, hogy akarnak futókört, vagy nem akarnak futókört ebben a pályázatban. Tehát nagyjából ez a belvárosra vonatkozik a Zöldváros, és nyilván akkor úgy döntöttek, hogy nagyon fontos lenne a felnövekvő nemzedék egészsége érdekébe. Én magam is, ugye, mint pedagógus is, de mint diák a 70-es években nem egyszer Szabó tanár úr vezényelt itt kört, ahol körbe lehetett futni az iskolákat. Ugye itt ezen az akció területen három iskola is elhelyezkedik, mert itt van a szakképzőiskola, itt van a Bocskai Gimnázium, szembe a Bójai általános, katolikus általános iskola. Tehát gyerekek vannak, ők tornaórán futnak, a futókört egész biztos lesz, aki napközben használja, és az a tapasztalat, hogy az emberek is szívesen kocognak, most már erre meg lesz a lehetőség. A kivitelező már dolgozik, jelenleg a Bocska István Katolikus Gimnázium kőkerítését bontják el. A pálya elkészítése mellett jó hír az, hogy ezekben az utcákban a járták is megújulnak. Most beszéltem a kivitelezővel, és
arra törekszik, és látjuk, hogy azért elég intenzíven folyik a munka az elmúlt hetekben, hogy mire kezdődik az iskola szeptemberben, azokat a bejáratokat, azokat az útvonalakat, ahol gyerekek előfordulhatnak és pedagógusokat, azokat szabadon hagyjuk. Tehát ebből a tekintetből most kivételesen az időzítés jó, hiszen most kezdődik a nyári szünet, és a pálya szabad 2 hónapig, és ez alatt igyekeznek elkészíteni a futókört, amely itt az említett útvonalon fog futni. A tervek szerint a rekordtámpálya idén őszre, vagyis az iskola kezdésre elkészül. Ahol személygépjármű beállóhely van, azokon a szakaszokon megfestik a betont, hogy az autó tulajdonosok akadály nélkül bejuthassanak a saját udvarukra. A sportolásra kialakított kört bárki használhatja, a délelőtti órákban valószínűleg a közelben lévő iskolák diákjai testnevelés óra keretében, valamint reggel és este pedig a futás szerelmesei. Örömmel vették tudomásul a Szerencsi Idősek Otthonában az ellátottak azt, hogy hosszú hónapok óta újra fogadhatnak látogatókat. A Szerencsi Idősek Otthonában a látogatás csak a meghatározott időpontban, telefonos egyeztetés után tehetik meg a hozzátartozók a szigorú higiénés szabályok betartása mellett. Részlegesen feloldották a látogatási tilalmat a Szerencsi Idősek Otthonában. Ennek a kormányhatározatnak nagyon örülnek az intézmény lakói és a hozzátartozók is, hiszen 3 hónap elteltével újra fogadhatnak látogatókat. Igaz, csak a szigorú szabályok betartása mellett, amit ellenőriznek az Idősek Otthona dolgozói. Ezeket az intézkedéseket azért kell az előírásoknak megfelelően végrehajtani, mert az elsődleges feladat az, hogy a szépkorúakat, akik a legveszélyeztetettebbek, megvédjék a betegségtől. Az intézmény lakói közül azok, akik járóképesek a szabad levegőn, az ágyban fekvők pedig a szobájukban rövid időre lehetnek együtt régen nem látott szeretteikkel. Aki fennjáró, illetve kerekesszékkel tud közlekedni, az fogadhat 2 darab látogatót az udvaron. Természetesen a 1,5 méter távolságot meg kell, hogy tartsák egymástól. Aki pedig fekvős, illetve mozgásában korlátozott, ő 1 hozzátartozót fogadhat a szobába, kizárólag szájmaszkba és 15 percre. Arra kérem a hozzátartozókat, hogy mindenképpen telefonon egyeztessenek időpontot, ugyanis mérjük a hőmérsékletét a hozzátartozóknak is. Belírtam a határozatomba, hogy csak egészséges ember jöhet látogatni, de akkor vagyok én biztos benne, hogyha megmérjük a hőmérsékletet. Tehát valóban, ahogy ön is említette, történt egy kis lépés. Ahogy mondta is itt a dr. Müller Cecília, hogy csak részletesen fog lépésekbe könnyíteni a bentlakásos intézményeken, azt gondolom ez az első lépés. Reméljük, hogy lassan megszűnik majd a kordon is, és majd visszaáll a rend. Az izolációs szobákat fönn kell tartanunk, tehát mindenképpen még az izolációs szintet is megtartjuk. Tehát minden más rendelkezés, amit eddig hoztak szigorítás, az érvényben marad visszavonásig, de azt gondolom, hogy az első lépéseket megtettük. A látogatási idő 8-tól 12 óráig és 13-tól 18 óráig tart. Az intézménybe melegételt még mindig nem lehet bevinni, a fertőzés veszély miatt, azonban enyhítésnek számít az, hogy a zárt csomagolású élelmiszerek azonnal átadhatók. A lakóknak a kijárási tilalom és a korlátozó intézkedések továbbra is érvényben maradnak. Kontra László intézményvezető kéri a szabályok betartását, hogy továbbra is sikeresen folytathassák a vírus elleni védekezést, amely mindannyiunk érdeke. Megindultak a jelentkezések a nyári táborokba, szálláshelyekre, miután a kormány közzétette enyhítő intézkedéseit. A hirtelen roham hatására gyorsan telítődnek a kiadható helyek, de vannak még szabad időpontok nyárra és az őszi időszakra is. A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Mint üzemeltető mindent megtesz a zavartalan és biztonságos működés érdekében.
Naponta figyelik az előírásokat, változásokat, hiszen első a gyermekek és a családok védelme. Nagy figyelmet fordítanak a megfelelő higiéniára és a fertőtlenítésre. A főépület és a 6 apartmanház maximum 80 férőhely befogadására is alkalmas. Nyáron az apartmanokat légkondicionálóval teszik komfortossá, ami rendelkezik konyhával és fürdőszobával. A szálláshely a napközis táboroktól a céges és szabadtéri rendezvényeknek is megfelelő helyszínéül szolgálhat. Egész évben tökéletes helyszíne lehet baráti főzéssel egybekötött összejöveteleknek, sőt családi programoknak, csapatépítő tréningeknek vagy kerékpáros túrák pihenőhelyének is tökéletes. A pázsitos fás területen szabadtéri programokat is lehet tartani, hiszen a kertben, a játszótéren, a mini focipályán, a tágas füves területen közösségi foglalkozásokat is lehet szervezni. A kerti grillkemencében a kiépített bogrács és szalonna sütőhelyek a régi idők tábortűz élményére emlékeztetnek. Tájékoztatott Takács M. István, a Szerencsi Város üzemeltető non-profit Kft. Ügyvezetője. A Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház csodás zempléni, csendes környezetben egész évben várja vendégeit. Tisztelt nézőink! Műsorunkat megtekinthetik az interneten is, a Globo Televízió YouTube csatornáján, az applikációnkban és a közösségi oldalunkon. Észrevételeiket, javaslataikat az info@globotv.hu e-mail címre várjuk. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss híradóval legközelebb, jövő héten szombaton, 17 órakor várjuk Önöket. Nézzenek minket továbbra is, viszontlátásra!